1530-ban alapított iskolánk, a Mezőtúri Református Kollégium, gimnázium, szakközépiskola és általános iskola az ország legrégibb református kollégiuma. Iskolánk mottója: hagyomány és korszerű műveltség. A hagyomány tisztelete mellett a legfejlettebb tudományos és szakmai eredmények átadására a legmodernebb technika segítségével kerül sor iskolánkban. Tanulóinkat az alapvető értékek közvetítésével kívánjuk nevelni az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére, testi, lelki egészségre, Krisztus követésére. Harmincegy tantermes oktatási épületegyüttes, nyelvi laboratórium, számítástechnikai termek, szaktermek, 40 ezer kötetes ifjúsági könyvtár, 16 ezer kötetes múzeális értékű ókönyvtár, saját menza, parkosított udvarunkon sportpálya, futópálya és sportcsarnok áll a diákok rendelkezésére. A képzéseken belül kiemelnénk a gimnáziumi képzéseinket. A 4 tanéves emelt óraszámú angol nyelvi, emelt óraszámú német nyelvi, illetve az 5 tanéves angol nyelvi előkészítő, német nyelvi előkészítő, 4 tanéves általános tantervű, testnevelési és 8 tanéves gimnáziumi képzés. A 4 tanéves nyelvi képzés specialitása az angol vagy német nyelv oktatás csoportbontásban, emelt óraszámban. Második idegen nyelvként választható holland, francia, latin, olasz, orosz nyelv. Az 5 tanéves nyelvi képzés specialitása a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő képzés, heti 13 óra idegen nyelv oktatása 4 tanár segítségével. A második évben a 10-13. Évfolyamon emelt óraszámú angol vagy német nyelvi gimnáziumi képzés folyik. A tanárok, tanulók munkáját segíti a jól felszerelt nyelvi laborunk. A múlt tanévtől kezdődően a legkiválóbb diákjainknak már lehetőségük van helyben, a Debreceni Egyetem DEXAM kihelyezett nyelvvizsga központjában bizonyítványt szerezni. A 4 tanéves emelt óraszámú testnevelés gimnáziumi képzés specialitása. A testnevelés oktatás emelt óraszámban, heti 4 órában történik csoportbontásban. A képzéshez kapcsolódó, a képzéssel együttműködő szakosztályok: atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, úszás, triatlon. Évről évre bővülő formában szervezzük országos versenyeket ezekből a sportágokból a református általános és középiskolák számára. A képzéshez kapcsolódóan 2008-ban indítottuk útjára az érettségi utáni OK és sportedző képzésünket, aerobik, atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás és úszás sportágakból. A 8 osztályos képzés célja: a tehetséggondozás, a felsőfokú továbbtanulás. A képzés specialitása: oktatott idegen nyelvek, latin és angol vagy német. Az első idegen nyelvként az angol vagy német nyelv választható. 5-6. Osztályban kötelező a latin nyelv tanulása, 7. osztálytól második idegen nyelv választható. A keresztény egyházak, katolikus, református, evangélikus szakképző iskolák fenntartói 2008. április 22-én hoztak létre egy országos szintű szervezetet, amelynek iskolánk is tagja. A szervezetet 2008. július 10-én jegyezték be, mint országos egyházi TISZK non-profit Kft.-t. Az alapítók: 18 fenntartó, 30 iskolája, 5858 tanulóval. Az eltelt időszakban az egyházi TISZK segítségével iskolánk a szakközépiskolai képzéseink tárgyi feltételrendszerét és infrastruktúráját fejlesztette. A szakközépiskolai képzésben az orientációs és alapozó képzés után a következőt választhatják diákjaink:
Az informatikai szakmacsoporton belül az informatikai rendszergazda, webmester és hálózattelepítő és üzemeltető. Az elektrotechnikai, elektronikai szakmacsoporton belül az elektrotechnikai technikus képzést, a gépészeti szakmacsoporton belül a mezőgazdasági gépésztechnikus. Az informatikai és elektronikai szakmacsoport specialitása. 4 évig a gimnáziumi képzéssel közel azonos követelményszintű közismereti tanítás van, emellett a tanulók a 4 év során az orientációs és szakmai alapozó oktatás keretében a szakma alapjait megtanulják. Az érettségi után 2 év alatt szakmai tantárgyakat tanulva technikusi oklevelet szerezhetnek a tanulók. A tanulók, tanárok munkáját a jól felszerelt informatikai, elektronikai szaktantermek, gyakorlati helyek segítik. A felkészült diákok iskolánk ECDL vizsgaközpontjában szerezhetnek bizonyítványt. A gépészeti szakmacsoport specialitása. E szakon is 4 évig a gimnáziumi képzéssel közel azonos követelményszinten közismereti képzés folyik. Ezzel egyidejűleg a 4 év során a műszaki orientációs és szakmai alapozó oktatás keretében a szakmai alapokat már részben megtanulják a tanulók. Az érettségi után 2 év alatt szakmai tantárgyakat tanulva technikusi oklevelet szerezhetnek a tanulók. Ebben a tanévben indítottuk útjára a rendészeti pályára előkészítő képzésünket. A képzés célja a rendészeti szakmára rendőr, határőr, tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember felkészítés, belügyi, rendészeti ismeret, speciális társadalomismeret és kommunikáció tantárgyak keretein belül. Célunk továbbá a fizikális állóképesség erősítése, heti 2 testnevelés és 2 önvédelmi óra megtartásával. Hangsúlyos az ifjúságvédelem és a bűnmegelőzés feladatainak bemutatása is. A képzés a szakirányú továbbtanulást segíti elő. Iskolai rendezvényeink közül kiemelném a minden tanév októberi időszakában az 5. és 9. évfolyam számára szervezett angyalavatú, decemberben a vézős diákok szalagavató ünnepsége. If I were a painting captured on canvas, alone in the portrait I'd stand. In brushstrokes bold, yet soft as a whisper, the work of a feminine. Caught in the still life, surrounded by shadows, or lost
és nem utolsó sorban az Iskolai Diák Önkormányzat által szervezett és egész napos, színes programokkal lebonyolított diáknapot. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor, kapcsolatokat ápolunk Arad, Nagyvárad és Kézdivásárhely iskoláival, akikkel közösen, hagyományosan nemzeti megemlékezéseinket is fenntartjuk.